A zeneszerző ezt a darabot kifejezetten azért írta, hogy bemutassa nektek a zenekar hangszereit. A játékosoknak 4 csoportja van. A vonósok, a fafúvósok, a részfúvósok és az ütősök. E csoportok mindegyike olyan hangszereket használ, amelyeknek közös vonásuk van. Nagyjából ugyanolyan hangot adnak, ugyanolyan módon. A húros hangszereken vonóval játszanak, vagy ujjal pengetik. A fafúvókat a kilégzett levegővel fújják, a részfúvókat szintén. Az ütőket ütéssel szólaltatják meg. Először a nagy angol zeneszerzőnek, Henry Purcellnek egy témáját halljátok, a teljes zenekar és a 4 hangszercsoport mindegyikének előadásában. A fafúvók fejlettebb változatai a sípnak, fából készülnek. Az első részfúvó hangszerek a trombiták és vadászkürtök voltak. Ezeknek mind a nagyobb, mind a kisebb modern utódait használjuk. Hangszereket vonóval szólaltatják meg, vagy ujjal pengetik. Rokonukat, a hárfát mindig pengetik. Csoportjába tartoznak a dobok, gongok, tamburinok és minden, amit ütéssel szólaltatnak meg. Ha majd hallottátok őket, az egész zenekar újra eljátsza a dallamot. Most hallgassuk meg az összes hangszert, amint variációjukat játsszák. A fafúvók családjában a legmagasabb a tiszta, édesen szóló fúvola, éles hangú kisöccsével a pikkolóval. Az oboák szelíden, panaszosan szólnak, de elég erőteljesek is tudnak lenni, ha a zeneszerző ezt kívánja tőlük. A klarinétok nagyon fürgék,
hangzásuk szép, sima, lágy. A fagottok a legnagyobbak a fafúvók családjában, így ezek hangja a legmélyebb. Hangszerek családjában a hegedűk a legmagasabb hangúak. Két csoportban játszanak első és második hegedűk. Kicsit nagyobbak a hegedűnél, így a hangjuk is mélyebb. Csodálatos gazdagsággal mélyen énekelnek. Figyeljetek erre a finom hangzásra. Húros hangszerek nagypapája, a nehézkes, dörmögő hangú nagybőgő. Thank you.
A hárfának 47 húrja és 7 pedálja van, amivel a húrok hangmagasságát változtatják. Családja a kürtökkel kezdődik. Ezek kör alakba csavart részcsövekből készülnek. Hiszen mindannyian ismeritek a trombita hangját. A harsonáknak súlyos, érces hangjuk van. A tuba még mélyebb, öblösebb. Hangszerek száma rendkívül nagy. Nem tudjuk mind bemutatni, de itt vannak a legismertebbek. Először az üsdobok, ezeket sokszor timpaninak nevezik. A nagy dob és a cintányér. A tamburin vagy csörgődob és a triangulum vagy fémháromszög. A pergődob és a kínai fadob. A xilofon. A kasztanyett és a gong. És mielőtt mind együtt játszanának, az ostor. Az egész zenekart hangszerekre szétszettük. Most rakjuk ismét össze egy fúgában.
Egyik hangszer a másik után lép be, ugyanolyan sorrendben, mint az előbb. A pikoló kezdi. A végén a részfúvók Henry Purcell szép dallamát fogják játszani, míg a többiek folytatják Benjamin Britten fúgáját.